A Tiszti Pavilon dísztermében május 28-án került sor a komáromi kórusok hagyományos baráti találkozójára, amelyet ezúttal számos jubileum tarkított. A Vox Humana kórus találkozót az idén 20. alkalommal tartották meg, amelyet Kodály Zoltán születésének 140. évfordulója jegyében szerveztek. A fellépő kórusok közül a Gaudium 20. születésnapját a Jókai Mór Alapiskola gyermekkara megalakulásának 60. illetve a Kicsinyek kórusa 50. évfordulóját ünnepelte. A rendezvényt Lakatos Róbert, az Egressy Béni Városi Művelődési Központ igazgatója üdvözölte, aki elmondta, hogy 2 év kényszerszünet után megérdemeljük, hogy közösen ünnepeljük a kóros muzsikát. Keszeg Béla, városunk polgármestere köszöntőjében a 80 éves Stirbel Lajos zenepedagógus és karnagy, a magyar kultúra lovagja munkásságát méltatta, aki a komáromi kóros mozgalom motorjaként fáradhatatlanul szervez és vezényel. A találkozón a jubiláló kórusok mellett fellépett a Cantantina női kamara kórus, a Concordia vegyes kar és a Sely János Egyetem Cantus Juventus női kara. Az est érdekessége volt, hogy a Gaudium csak komáromi szerzők alkotásait adta elő. Így csendültek fel Schmidhauer Lajos, Lehár Ferenc, Krizsán József, Schmidt Viktor és Dobi Géza művei. Az est folyamán egy ős bemutatóra is sor került. A Gaudium vegyeskar felkérésére Zsákovics László komáromi zeneszerző zenésítette meg a jubilomi este résztvevő solymári költő, Rozványi Dávid a Gaudium számára írt Énekeljetek, minden föld az Úrnak örvendezzen című versét. Minden könycsepp érlel új vetést, mert szemek